Szeretném nektek bemutatni ezt a 10-29-es önsúly nélküli úszót, amely nem rendelkezik beépített önsúlyjal, tehát itt az összes súly a zsinóra kerül. Ez az úszó a beállítást segítő kalibrációval és cserélhető antennákkal rendelkezik. Ezt az úszót nári pontyozáshoz, illetve olyan esetekben ajánlatos használni, amikor szükséges, hogy a csali gyorsan a fenék közelébe merüljön, ugyanis az összes súly a zsinóron van, vagy erősen áramló vízben, akkor fúj a szél, és ezzel tudjuk az úszónak a stabilitását növelni. Tehát a szerelék összeállításához a következőről lesz szükség: egy gumiötköző, részbetétes csúszóúszó rögzítő, gömbólom, egy meccs gyors kapocs, előke, illetve horog. A szerelékünk a következőképpen fog kinézni: egy ütköző, egy részbetétes úszórögzítő, egy csúszóra szerelt ólom, ütköztető hasított sörétolmok, melyet egy jelzőolom, meccs gyors kapocs és az előkére kötött horog követ. Ezt követően nincs más dolgunk, kinyitjuk a kapcsot, beakasztjuk az úszót, fölhelyezzük és kipróbáljuk, beállítjuk az vízben az úszónk merülését. Tehát ennek a kalibrációs megoldásnak a segítségével akkor kihúzzuk a szárat, a felső szárat, az úszónk kiemelkedik, amikor betoljuk az alsó testbe, az úszónk besüllyed.